Sokakat meglephet, ha azt mondom, hogy a csizma nem igazán volt általános lábbeli a 18. és a 19. században. A 19. század közepétől kezdett elterjedni. Előtte viszont, és még utána sokáig, ünnepi viseletként használták. De akkor mit hordtak a hétköznapokban? A 20. században a csizma már eléggé elterjedt, de előtte sokáig nagyon vigyáztak rá borsos ára miatt. Feljegyzések vannak arról, hogy a vasárnapi misére sokan gyalogmentek, és csak a templom ajtajában vették fel a csizmát, ezzel is vigyázva ne kopjon és ne sérüljön. Tehát a csizma leginkább ünnepi és misére járós viseletelem volt. A hétköznapokra és a munkára pedig egyszerűbb, de általában szintén bőrből készült lábbeliket viseltek. Nézzük meg ezeket a lábbeliket. Kezdjük a 18. és a 19. század legelterjedtebb lábbeliével, a bocskorral. A bocskor tulajdonképpen a legegyszerűbben elkészíthető és a legolcsóbb lábbeli fajta, ami szinte végigkísérte minden nép történelmét. A bocskornak többféle formája létezett és sokféle bőrből is készült. Volt, ami cserzett bőrből, volt, ami cserzetlen bőrből készült, és volt, ami szőrös bőrből, de volt szőrtelen bőrből készült is. A bocskor szinte minden esetben egy lábas volt, tehát egy bocskor akármelyik lábra felvehető volt, viszont előfordult féllábas változata is. Nyáron általában mesztelen lábra húzták, télen viszont egy rongyal csavarták be a lábat és úgy húzták rá a bocskort. A néprajzi lexikon ezt írja róla. Egyetlen darabból szabott talpú és felső részű, sarkatlan, elől kerek vagy hegyes orrú, bocskorszíjjal felköthető könnyű lábbeli, amely a talpat, a talp széleit és a lábujjakat védi. Az alföldi magyarság a kiskunságtól a felföldig és a nyírségig a kerekfejű, ráncos orrú bocskort hordta. Az alföldön a köröstől és a kiskunságtól délre és a Dunántúl déli részén talpból és a lábujjakat fedő felső részből készült fedeles bocskort viselték. A fekete körösvölgyi magyarság az orrán fűzött, de tompa orrú telekes bocskort hordott, ennél teleknek nevezték a széleibe vágott füleket vagy lyukokat, amelyekbe a bocskor szíjat fűzték. Viszont ezt is írja a néprajzi lexikon a bocskorról. A bocskor viselete a 19. század derekától a magyarság körében rohamosan háttérbe szorult. Viselése a szegénység jelképe lett, illetve bizonyos munka alkalmakra szorítkozott, például aratás. Máshol ezt írják róla. Bár a 19. század közepén sokfelé a paraszt férfiak köznapon csak bocskort hordoznak, csizmát a tehetősebbek, a bocskor egyre inkább a legszegényebbek, a pásztorok körébe szorult vissza. Pásztor, parasztember maga is kimetélte használt csizmaszárból a csak alkalomattán szükséges bocskort. Tehát tulajdonképpen a bocskort leginkább a munkára használták, a 19. század közepétől pedig a szegények és a pásztorok. Viszont az biztos, hogy a 19. századtól visszafele igencsak elterjedt volt. Összegezve a bocskort a 19. század derekáig mindenki hordta, a 19. század közepétől pedig inkább a szegények és a pásztorok viselete lett. Most pedig nézzünk meg egy másik lábbelit. A bakancs. Érdekesen hangzik, hogy a 19. századi bőgagyás parasztok bakancsban trappolnak a tarlón, de ilyen lábbeli tényleg létezett. Nézzük meg, mit írnak róla a könyvekben. Bokáig érő, fűzős felső részből és rávarrott vagy rászegezett talból álló lábbeli. Férfiak viselték és viselik, általában inkább munkára, de a szegényebbek ünnepre is. Felső részének kétféle formája van. A régiesebb felső részt egyetlen darabból szabták, sem az orrán, sem hátul a sarkán nincs varrása. Csak oldalt van egy cviklinek nevezett oldás, és itt is fűződik a bakancs. Mivel a lábbeli az orr és sarokvarrásoknál bomlik leghamarabb, az egybeszabott vagy egybevarrott bakancs tovább tartott és igen kedvelt volt. Ez a szabás európai középkori eredetű, többek között a budai vállásatások alkalmával is előkerült ilyen példány. Az újabb bakancsforma lényegében előfűzős, magas szárú cipő. A bakancs a csizmánál mindig szerényebb lábbelit jelentett, így készítői a csizmadiáknál kevésbé tekintélyes vargák voltak. A bakancs szó a boka szóból származik, első előfordulása 1519-ből való. A bakancs, mely feltehetően a boka szó származéka, a 16. század elején tűnik fel. Valóban olyan bokáig érő lábbeli, mely minden korban munkára szolgált. Konkrétan fotót vagy leletet, ábrázolást nem találtam róla, de a leírások alapján a honvédok bakancsára emlékeztet. A csizmánál kisebb és olcsóbb lábbeli volt a kizárólag csak munkára viselt bakancs, amely a lábszárnak csak az alsó részét takarta. Tehát volt hosszabb és rövidebb szárú változata is. Az alföldi népélet ezt írja. Idősebb pásztorok bakancsot is viseltek. Fejős juhászok bérében 1775-ben két pár bocskor és egy pár bakancs járt.
tehát a bakancs csak munkára szolgált, és egyaránt hordták a 18. és a 19. században is. Ez alapján kórhű lehet a hagyományőrzők körében, de ne ez legyen a mérvadó. Végre pedig egy érdekes forrás 1771-ből. Egyébként 1771-ben a Kenderes határán garazdálkodó rablókon köpönyeg, fejér magyar nadrág, lábaikon pedig bakkancsvala. Most pedig nézzük meg a papucsot. Papucsot is viseltek hétköznap a ház körül. Ennek talp és fejrésze már minden esetben cserzett bőrből készült. A papucs hasonlóan a bocskorhoz egylábas volt. Ez leginkább otthoni viselet volt, így a betyárok között nem hiszem, hogy elterjedt volna. A múlt században szinte általánosan női ünnepi és köznapi, illetve férfi köznapi viselet volt. A papucs több vidéken kedvelt ünnepi vagy hétköznapi viseleti darab. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy férfiak nem is nagyon hordták. Leginkább a nők hordták köznapokon és ünnepi viseletként. A férfiak valószínűleg csak otthon hordták, ha hordták. Legtovább a Délalföldön és azon belül Szegeden maradt fent. És elérkeztünk a csizmához. Kezdjünk egyből egy forrással. A csizma olyan magas szárú lábbeli, melyet eredetileg két oldalán vartak össze. Az orra hegyes, sok esetben felfele kunkorodó. A talp fordított varrott. A sarka fából faragott, amire a bőr lehajlik, és patkót erősítenek rá. Először az úri osztály hordta. Csak a 18. században kezdi átvenni a parasztság, igazából csak a 19. században, gyakran csak annak végén terjed, például Székelyföldön. Tehát jelen volt a 18. században is a parasztság körében, de borsos ára miatt nem használták minden nap. A csizma általában ünneplő viselet. A férfiaké csaknem kivétel nélkül fekete, díszítés csak elvétve akad rajta. A legények szívesen erősítettek rá sarkantyút, melyel táncolás közben az ütemet verték ki. A század elejétől kezdve a készítés technikája megváltozott, és a szárat hátul varták össze. A nők sokféle színes csizmát, főleg pirosat, sárgát hordtak, szárát hímzéssel díszítették. Sarkát szegekkel verették ki, és részpatkót ütöttek rá. És itt megemlítenék egy igen érdekes típust. A szekerező és hidegben álló munkát végző emberek használták a botost. Felteltően középkori eredetű, Európa szerte ismert szó, amit esetleg a francia telepesek hoztattak magukkal. Ezt nemezből, posztóból, a süvegesek, kalaposok készítették. Később az olyan bőrtalpú csizmát nevezték így, melynek csak a szára posztó vagy nemez. Tehát tulajdonképpen ez is egy csizma, ami teljesen vagy csak részben posztóból készült. Hasonló csizmát hordtak a katonák az 50-es évek környékén. A bocskornál és papucsnál sokkal komolyabb, de egyúttal drágább a csizmának nevezett törökös hosszú szárú lábbeli, amely a magyarság körében a 16.-17. századtól kezdve terjedt el. A parasztsághoz a 18. században, illetve a 19. század elején került. Talpa a papucséhoz hasonlóan készült és szintén egylábas volt. Az alföldi férfiak, különösen a pásztorok szerették a magas sarkú csizmát. A magyar csizmát a fordított varrott talp mellett az elől emelkedő szártető és a szárak oldalvarrása jellemezte. Ezek a jegyek általános keleti jellegzetességek. Tehát a csizma igen drága lábbeli volt. Továbbá a forrás megemlít egy magyar csizmának nevezett csizmafajtát. A magyar csizma oldalvarrott, általában magas sarkú, és a szártető eleje magasabban volt, és általában szép fűzés díszítette a szártetőt. A forrás még olyat is megemlít, hogy a csizma egylábas volt. Eleinte tényleg egylábas volt. Ez a csizma típus csukaorrú csizmának nevezték. A csizma olyannyira értékes volt, hogy a pásztorok a csizma orrára egy cserélhető bőrdarabot kötöttek, hogy a fűben járáskor az kopjon és ne a csizma orra. Kurta derekú inget hordó betyáron korhűlelt a bocskor, a bakancs és a csizma. Csizmából leginkább az oldalvarra csukaorrút ajánlom. A 19. századi betyáron szintén korhű a bocskor, a bakancs és a csizma. Csizmából itt is ajánlatos a csukaorrú, de a magyar csizma is elfogadott. Tehát, ha 10 betyárból 5-6 csizmát hord, a többi pedig bocskort vagy bakancsot, az korrekt felállás. De ezt igazából lehet variálni, a lényeg, hogy a lábbeli terén is legyünk változatosak.